Zakynthos a Jón-tenger egyik leghíresebb szigete, melyet legfőképp természeti csodáinak köszönhet. Gyönyörű kék vize, számtalan barlangja és hatalmas sziklái könnyen elvarázsolják az ideutazókat, ezáltal az egyik legromantikusabb görög szigetnek tartják. Emellett tengeri élővilága sem elhanyagolható, hisz a sziget és környéke a veszélyeztetett álcserepes teknős populáció egyik számottevő lakóhelye. Partvonala nagyjából 123 km hosszú, területe valamivel több mint 407 négyzetkilométer. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy ilyen lazább, ahogy esik úgy puffan jellegű videóban, ugyanis eljöttünk egy kicsit nyaralni, de úgy gondoltam, hogy mozgóképek formájában megmutatnám nektek egy kicsit Zakynthos szigetét, ugyanis ma egy ilyen sziget bejáró körútra indultunk, amelyhez kaptunk egy tesztautót. Na jó. Ebben a mondatban két dolog sem volt igaz, ugyanis nem kaptuk, másrészt pedig nem tesztautó, hanem béreltük, és nem ingyen. De így legalább ezt is egy kicsit meg tudom nektek mutatni, ezt a Peugeot 2008 SUV-t, a benne lévő 1.2-es turbós, benzines, háromhengeres motorral, ami a legkisebb változat ebben az autóban, 100 lóerős az autó, de ehhez képest egyébként nagyon nyomatékos, alulról is megindul elég szépen, és ide Zakynthosra ez a 100 lóerő bőven elég, mivel mindenhol 50 km per óra a sebességkorlát az egész szigeten, így a maximum ilyen 30-40 km-es távolságok között is van rengeteg időm, hogy nektek meséljek egy kicsit az autóról, illetve a szigetről. Éppen most hagytuk el a Xigia Beach-t, ami az egyik leghíresebb strandja Zakynthosnak. Gyönyörű szép kék vize van egyébként itt mindenhol a tengernek, tehát elképesztően szép. És hogy egy picit összekapcsoljam az autóval, a Peugeot 2008 beltere is meglehetősen szép, sportos, tökéletes anyagok mindenhol, nyilván amit egy újonnan 6 milliós autóban el lehet várni. Viszont nem tudom, hogy egész Görögország ilyen-e, de Zakynthos eléggé fejletlen, mint kultúra, mármint hogy így az emberek kultúrája, civilizáció, az utak minősége, az üzletek, boltok, minden egy kicsit olyan, mint hogyha, vagy itt a szigeten legalábbis, mint hogyha vissza lenne maradva, még hozzánk képest is. A Peugeot is azért egy-két helyen vissza van maradva, egy-két szempont szerint, például a multimédia rendszer, ami konkrétan borzalmas, rosszul van így elrendezve a menüje, nehéz megtalálni például olyan dolgokat, amik más autóban simán egy gombnyomással kikapcsolhatók, illetve bekapcsolhatók, ehhez itt be kell lépni például egyes menükbe, de a hatalmas mázli, hogyha van egy USB kábelünk, ami egyébként 2021-ben már elég ritka, hogy az egyik fele USB-A-nak kell, hogy legyen, mert hogy egy USB-A port van itt a műszerfalon. Szóval, hogyha van egy ilyen kábelünk, ezt be tudjuk dugni a telefonunkba, és már tudunk is Android autót használni, vagy ha minden igaz, akkor Apple CarPlay-t is, és így viszont tökéletes a rendszer is, nem kell használni a Peugeot sajátját, hanem igazából mindent az Android autón keresztül tudunk kezelni, mint ahogy mi is jelenleg ezt használjuk, és így tudunk Google Maps-et használni, ahhoz, hogy eljussunk A-ból B-be ezzel a kis Peugeot-val, és közben gyönyörű szép helyeken tudunk autózni, elég rossz minőségű utakon, sőt, valahol még út se volt, csak kavicsos, de az legalább jó széles volt, ami egy pozitívum az aszfaltos utakhoz képest, mert ezek viszont mindenhol jó szűkek itt a szigeten, erre figyelmeztetett is az úr, aki hozta nekünk az autót, illetve arra, hogy mindenhol 50-nel lehet csak menni. Úgyhogy nem is nagyon tudjuk kipróbálni ennek a kis 1.2-es háromhengeres motornak a
tökéletes teljesítményét ebben a Peugeotban, de 50-ig egyébként nagyon jól gyorsul, és kifejezetten jól autózható, és egy nagy pozitívum, hogy SUV, főleg ezekre az utakra, mert jól szét lehet benne látni, és simán átmegy igazából mindenen, jól bírja ezeket az utakat. Hát ahogy sejtettük, a kék barlangokat autóval felülről semmilyen módon nem lehet annyira megközelíteni, hogy látómezőbe kerüljenek. Úgyhogy ezeket majd egy vízi útvonalon fogjuk közelebbről megvizsgálni, de ez pedig majd egy következő napon fog megvalósulni. Most viszont átautózunk a Navajo öbölhöz, vagy Shipwreck Beachnek is hívják, ami tulajdonképpen a legnevezetesebb látványosság az Akintosnak, majd egy picit mesélek róla, hogyha odaértünk. Viszont ha már öböl, akkor megemlíteném, hogy ahhoz képest, hogy ez a 2008-as a legkisebb PSA SUV, meglehetősen öblös és tágas a beltere, nagyon jól el lehet benne férni kényelmesen, hatalmas fejtér van, és nagyon nagy tér ölel minket körbe mindenhol. Szóval a helykínálatra egyáltalán nem lehet panasz, és az ülés pozíciót elég mélyre, sportosra lehet állítani, ahhoz képest, hogy ez egy lényegében kismamás SUV. A kormányzása olyan, mint a vajpuha szervója van, és egyébként egy ilyen nagyon kicsike, dizájnos, hatszög alakú kormányt fogunk, amit, még egyszer mondom, nagyon könnyű tekerni. Az egyetlen gond vele az, hogy például én, hogyha magamra állítom az üléspozíciómat, illetve a kormány oszlop állását, akkor konkrétan semmit nem látok az óracsoportból, az se, hogy mennyivel megyünk, hogy mennyi a fordulatunk, és semmi egyebet, amit egyébként jó lenne, hogyha látnék mondjuk így vezetés közben, főleg itt Zakintoszon, ahol nem igazán kéne átlépni az 50 km per órát, amin azért könnyen túlszalad az ember. A Peugeot 2008-al, az 1.2-es turbomotorjával, nagyjából 100 lóerejével, a vajpuha szervójával, és az egyébként tökéletesen használható futóművével, tágas belterével, tökéletesen, lazán, kényelmesen el lehet autózni itt Zakintosz dimbes-dombos útjain is. Körülbelül annyira lazán, mint amennyire lazák a helyi emberek. Hogyha nem működik a szobádban a klíma, nem baj, majd holnap megcsináljuk. Nem kapkodnak sehova, nem igazán érdekli őket semmi, legalábbis én így vettem észre. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, vagy inkább nem annyira konkrétat, de hogy a taxisokról például mondjak valamit. A taxis úgy cigizik 90-nel, 50-es táblánál, a 400 000 kilométeres C-osztályban, hogy közben mind a két füléhez vállal támaszt egy-egy telefont, melyeken párhuzamosan beszél valakikkel, és mindeközben a műszerfalon másik két telefonja csörög, tökéletesen tojnak mindenre, hiszen ez a Balkán, és egyébként érdekes, hogy akinek bérelt autója van, azok próbálnak ugye normálisan közlekedni itt, a helyiek pedig az egyébként nagyon-nagyon szűk utakon itt a hegyekben ugyanúgy lecsapják a kanyarokat, tök mindegy, hogy jön-e valaki szembe, inkább álljon meg a szembejövő, de neki ne kelljen már eltekernie túlzottan a kormányt, mert az megterhelő. Viszont a Peugeot 2008 ugyanilyen laza, hála Isten, és ez a vezetéshez nagyon jó pozitívum, főleg azoknak, akinek ez az autó egyébként számva van, illetve szánva lett, de emellett még én is meglehetősen jól érzem benne magam. We'll be right back.
sajnos az van, hogy csak ezen az egy napon van nálunk autó, és ugye a kék barlangokat nem tudtuk megnézni sajnos felülről, hiszen azt nem lehet, de egy olyan problémába ütköztünk, és ez nem csak a mi problémánk, hanem sajnos lassan úgy néz ki, hogy az egész világé, de leginkább Görögországé most, hogy a Navajo vagy Navajo öblöt, tehát a Shipwreck Beach-t sem tudjuk megnézni felülről, ami egyébként a sziget legnevezetesebb látványossága, hiszen tűz ütött ki, valószínűleg valamilyen erdőtűz, és ezért le van zárva az egész Navajo vagy Navajo és környéke. Így visszafordítottak minket, úgyhogy most keresünk valami más érdekes látnivalót, pedig erre aztán igazán kíváncsi mindenki, aki ide jön, meg aki nem jön ide, nyilván az is. Úgyhogy sajnos ezt sem tudjuk se megmutatni nektek, se magunknak. Most Porto Limnionásba jöttünk, ami Zakynthos egy nyugisabb partszakaszának egy strandja. Megnézzük, hogy ez milyen. Mondjuk nem biztos, hogy mindenkinek megegyezik a véleménye erről a nyugis jelzőről, ugyanis rengetegen vannak itt a parkolóban, és nagy mázlinkra, annak ellenére, hogy a Peugeot 2008 belül elég tágas, kívülről egy meglehetősen kompakt kis SUV. Így nagy mázlinkra befért egy mindössze ekkora parkolóhelyre, amit csodával határos módon találtam meg, illetve elfért itt a rengeteg autó között, amik állnak itt folyamatosan ezen az amúgy is nagyon szűk utcán. Na de most elég a dumából, nézzük meg, hogy milyen Porto Limnionás Beach. Porto Limnionás gyönyörű hely volt. Eszméletlenül szép, még nincs kiépítve, és valószínűleg nem is lesz Zakynthosnak ez a szépsége, hogy általában nem kiépített strandok vannak, hanem ilyen nagyon szép, sziklás, kristálytiszta vízzel. Tényleg, ez pontosan olyan, mint amit el sem tudna képzelni az ember, tehát amit a filmekben látsz, és nem hiszed el, hogy ilyen létezik. Ez tényleg olyan. Most viszont már a következő állomásunkhoz tartunk, Plakaki Beachhez, ez is ugyanezen a nyugati partszakaszon, egy különálló strand, megnézzük, hogy milyen, viszont találtunk itt egy helyet, amit hamarosan meg is mutatok majd nektek, itt muszáj volt megállni. Tehát, ha valamit meg kell nézni, akkor ezt igen, mert Porto Limnionásra is azt hittük, hogy ilyen nem létezik, de erre ezt meg tényleg nem hiszük el, és muszáj majd hamarosan közelebb is menni hozzá. Bocsánat a viseletemért egyébként, muszáj volt csobbannunk is egyet a vízben, hiszen nagyon csalogató volt. De egyébként a Peugeot 2008-as is egy elég pofás darab, körülbelül, mint ezek a Zakynthosi strandok. Na jó, azért annyira nem. Én nem feltétlenül élem ezt a formanyelvet, inkább elegánsabb formákat szeretem, de ez egyébként egy szép autó. Az eleje teljesen vadmacskaszerű, főleg a két nagy helyzetjelző leddel az oldalán, ez teszi olyan igazán tigris, illetve oroszlán szerűvé az elejét, ugye, mivel egy Peugeotról beszélünk, és ez még tovább vadítható az opcionálisan kérhető vadmacska karmokkal az első fényszórókba, ami ebben az autóban egyébként nincs benne. Oldalról is egy egész arányos autóról beszélünk, egy tipikus kompakt SUV, amivel nagyon könnyű parkolni a mérete miatt, de nagyon könnyen el lehet benne férni, mert belül viszont tágas, de ezt már említettem. Hátul is egyébként kellő hely van benne, még magam mögé beülve is, és a csomagtartója is egy egészen megfelelő, nagyjából 380 liter. Könnyen lehet bele pakolni, hiszen nagyon kis rés van a betöltőnyílás és a padló között, és egyébként szerintem én be is fejezném ezt, az egész dumát, bár nézzétek meg még egyszer a hátulját, ez is egyébként nagyon modern. A Peugeot mostani autói mind annyira modernek és ilyen űrhajószerűek, ez az, ami nekem egy kicsit sok, de egyébként nagyon dizájnos, viszont ezt most egy kicsit hagyjuk, tényleg nagyon jó pofa, nagyon takaros és nagyon szép autó a Peugeot 2008-as, nagyon jó vele menni, meg minden, de nézzétek meg inkább ezt itt mögöttem. We'll be right back.
mindenhol azt hiszi az ember, hogy leír a lába körülbelül, meg hogy nagyon közel van az alja, meg hogy nagyon sekély a víz, de igazság szerint nem, csak annyira tiszta, hogy a körülbelül 10 méter mély víznek is simán lehet látni az alját. Egyébként most hajóztunk el Seagia Beach mellett. Seagia érdekessége, egyébként úgy is hívják, hogy Seagia Sulfur Beach, ami annyit tesz, hogy a barlangokból, az itt lévő barlangokból kén oldódik a vízbe, és ezért ilyen nagyon érdekes illat terjeng az egész strandon, illetve a víz színe is ilyen kicsit opálos, és ennek gyógyító hatása van. Na de ennyit a sztoriról. Most pedig megyünk, valószínűleg a következő megállónk a kék barlangok lesznek, ami még egy fokkal szebb lesz az eddig látottaknál, és ez egyre csak fokozódni fog majd valószínűleg a nap folyamán. A kék barlangok legnagyobb barlangja egyébként a Kianun nevezetű barlang. Fogalmam nincs, hogy melyik az, mert nem kell különbséget tenni itt egyik barlang között sem. Ez a hely, ez magáért beszél. És ezért szép Zakynthos, hogy nincs tönkretéve az emberek által, nincs hatalmas, kiépített strand, bár, étterem, meg ilyenek, az inkább Laganászban egy direkt ilyen buli célzatú városban van, de a többi helyen ilyen tipikus természeti csodák vannak. Gyönyörű, azurkék víz. Ez volt tehát a Navajo vagy Navajo öböl, a Shipwreck Beach, a világ egyik leghíresebb strandja, vagy hát furcsa ezt mondani, a strand, de világ egyik leghíresebb tengerpartja a hihetetlenül kék vizével és a hatalmas sziklákkal, illetve hegyekkel mellette, és ezzel a hajóroncsal, ami egyébként annyira nem érdekes ilyen közelről, csak képen jól néz ki, de igazából ez az, ami jól néz ki, a hegyek, a sziklák, a fehér, apró kavics, és a tényleg nem tudnám megmondani, nem tudnék egy ehhez hasonló színkódot mondani, amilyen kék itt a víz. Gyönyörű. Most pedig megyünk tovább, egész pontosan nem tudom, hogy hova. Mikor már kifolyt az agyam, és tényleg nem tudom elhinni, hogy mennyi minden van, ami itt gyönyörű, illetve hogy folyamatosan olyan gyönyörű dolgokat látunk, hogy hihetetlen. Azt mondja, mikor pont el akartam rakni már a kamerát, azt mondja itt a főni, a kapitány,
hogy most vegyétek elő a fényképezőgépetek, gépeket, mert eszméletlen dolgot fogtok látni, amit bemegyünk egy barlangba. És ez a hatalmas hajó, amivel vagyunk, bement, nem tudom már, hogy látszik-e, de oda, abba a barlangba bement a hajó, és egészen majdnem annyira, hogy az orra megérintette a barlang falát. Hihetetlen volt, hogy ekkora hajóval vagyunk, és kimentem az elejére, és körbe barlang volt, fölöttünk, mellettünk, majdnem, hogy mögöttünk is. Gyönyörű hely, Zakynthos, elképesztő. Jelenleg a Keri barlangoknál járunk, ami Zakynthos egyik szintén méltán híres látnivalója, de nekem folyamatosan változatlanul csak pufferrel az agyam, és nem igazán tudom felfogni, de itt is szintúgy gyönyörű szép azurkék tenger, ami egyre inkább világosabb nyilván a fehér szikláknál, és kis hajók bent a barlangokban, mi pedig itt forgolódunk ezzel a nagy hajóval. Hihetetlen hely. Most rakott ki minket a busz, sétálunk a szállásunkra. Hát ez volt a hajós túránk Zakynthos körül. És így összefoglalva, én igazából, ha megtehetném, akkor azt csinálnám, ahogy sokakat is láttunk így útközben, hogy bérelnék egy jachtot valószínűleg, és legalább egy hétig a szebbnél szebb barlangoknál hajókáznék és fürödnék a gyönyörű tengerben. De így kezdésnek ez sem volt rossz. A nap végére azért eléggé fárasztó lett már ez a túra, de rengeteg lélegzetelállító dolgot láttunk. Egy kicsit meg is fájdult a szemem, mert túl sokat néztem. Folyamatosan volt is mit nézni. Tényleg ez a hely egy ékkő, egy kincs, amit ha valaki megteheti, akkor legalább egyszer az életben látni kell. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted, mindenképpen iratkozz fel, és nyomd be a csengőt, hogy nehogy lemaradj a legújabb tartalmakról. Találkozunk a következő videóban. Ali!